Az őszi szemeszterben már személyes formában zajlott az oktatás a Nyíregyházi Egyetemen. A záróvizsgákat is így teljesítették a hallgatók, egyedül a külföldiek adhattak számot tudásukról online. Az elmúlt hetekben 243-an tettek sikeres záróvizsgát a felsőoktatási intézményben. Közülük azonban sokan nem kaphatják még meg diplomájukat, mert nincs meg az ehhez szükséges nyelvvizsgájuk. Többen ráadásul abban a hitben éltek, hogy ebben a fél évben is mentesülnek a kötelezettség alól. Emiatt a nyelvi kurzusainkat, amit egyébként ingyen bocsátunk a rendelkezésére a hallgatóknak, hogy sikeres nyelvvizsgát tehessenek, elkezdték hanyagolni. De most, amikor már tisztázódott, hogy csak azokra vonatkozik a nyelvvizsga mentesség, akik augusztusig záróvizsgáztak, most már természetesen kevés volt az idő, hogy a nyelvvizsgát megszerezzék, ezért ilyen viszonylag kevés azoknak a száma, aki nyelvvizsgával rendelkezik, és valóban átvehette volna a diplomáját. Akik át is vehetik, 132-en vannak, vagyis több mint 100-an nem kapják meg most a dokumentumot a nyelvvizsga hiánya miatt. A többiek sem talárban, ünnepség keretében, a téli diplomaosztó rendezvény ugyanis elmarad a járványügyi helyzet miatt. Mindazon hallgatók, akik úgy döntenek, hogy ünnepélyes keretek között is szeretnék megkapni a diplomájukat, a júniusi záróvizsgán csatlakozhatnak az akkori záróvizsgázókhoz, tehát a júniusi diplomaosztón ők is átvehetik a diplomájukat. Ha viszont már addig is szükségük lenne rá, a tanulmányi osztályon kérhetik el a kemény fedeles okmányt. A rektortól még azt is megtudtuk, hogy az egyetemen a tervek szerint a következő fél évben is marad a jelenléti oktatás, ez persze a járvány miatti esetleges korlátozások felülírhatják.